Az a lényeg, hogy nem szabad a hátuljába lenni, mert biztos, hogy lesz rajtnál rajtbaleset, 100%. És a szűk utcákon, hogyha nem is töröd össze magadat, de nem tudsz elmenni, mert forgalmi dugó alakul ki, és nem tudod kikerülni a többieket. Nehéz előzni, mivel sok a sikán, szembe jönnek a falak, tehát nagyon szűk is a hely. Igazából a CNS utáni kanyar egy jó előzési pont. Ha jól megcsinálod a kifordítót, akkor ott jól lehet előzni. Van egy éles visszafordító, esetleg ott. És még van egy sikán, ami esélyes, de az csak akkor, hogyha az előtted lévő hibázik. Tehát körülbelül olyan 2-3 előzési pont van. Hát remélem, hogy meg tudom nyerni, mivel ez a csapatnak egy hazai verseny. Hát az előttem lévők biztos, hogy jól fognak versenyezni, mert ha azok lesznek előttem, akikre számítok, ők is indultak jó challenge-on, úgyhogy biztos, hogy nagyon agresszívan fognak menni, és nehéz lesz őket megelőzni és ott tartani őket. De ha folyamatosan előzgetni tudom őket, akkor viszont nem tudnak tiszta köröket menni, így talán, hogyha annyivel gyorsabbak, akkor még erre is lehet esély. Szerintem egy nagyon jó és izgalmas hétvége volt, sokat tanultam, szerintem precízebbek is lettek rá egy kicsit a mozdulataim, ugye nagyon kis centire kell elmenni a gumifaltól. Elvesztem a versenyt, nagyon motivált az, hogy előttem van az első helyzet, és tudom vele tartani a lépést. Egy kanyar kombinációban kaptam tőle nagyon sok időt, de aztán azt az egész pályán sikerült visszahoznom. Egyszer meg tudtam előzni az egyik visszafordítóba, azért, mert előtte jól csináltam meg a kombinációt, úgy, ahogy ő, és így sikerült mellé esnem. Ezt az első helyet tudtam tartani 2-3 körig. Aztán a sikámba hibáztam egyet, és már az egyenese mellettem volt, megelőzött engem, és aztán ő futott be elsőnek.